Minden idők második legnagyobb nyereménye talált gazdára az ötös lottón. Dobrádi Ákos és Inti szerencsés történetei. A Szerencse Szombat sztárjai és Pál Dénes tagball meccse. Szerencsés napot kívánunk, ez a Szerencse Híradó. A Pest megyei Pécelen vagyunk, ma itt játszunk a sorsjegycsomagokért. A TNT újra berobbant a köztudatba, Vissza a jövőbe című koncert sorozatukkal. A Szerencse Szombatban nem jött álom a szemükre, talán ők hoztak szerencsét az 5 milliárdos lottófőnyereményt elnyerő játékosnak. Hideg az este, támad a fagy, robog a hó a talpad alatt. Ugye Vissza a jövőben év, hogy ugye onnan jött, hogy a film ugye 2015-ben utaznak, úgyhogy pont 2015 van, ezért adta magát. Imádunk együtt színpadon lenni, zenélni, jó a zenei közösség így a srácokkal, úgyhogy izgalommal teli lesz ez a nyár, meg remélem, hogy hatalmas bulikkal, sőt biztos. Védesz engem is, már nem bánt a szó. A szerencse hát az közrejátszik az én életemben például, mert volt egy autóbalesetünk, és hál' Istennek valószínűleg hát szerencse vagy nem szerencse, megúsztuk mind a ketten évbőre, sőt, egy karcolás nélkül. Minden zenekar életében vagy pályafutása során a szerencse faktor az egy fontos tényező. Azt ki kell emelnem, hogy csak úgy várni a szerencsére önmagában túl kevés. Honnan? Tehát az akarat az nagyon fontos, tehát tenni kell a sikerért, és tenni kell azért, hogy jó helyen legyél jó időben. Te vagy az, aki a szívemben él. Kedves nézőink, a Szerencsejáték ZRT háziasszonya, Nyíri, Ronaldinho, Zsuzsi nem csak szerencsés, hanem kiválóan tud dekázni is. Kérlek, Zsuzsi, prezentáld a tudásodat. És íme ennél jobban már csak stopper órát tud kezelni, igaz? Azt jobban is szeretek. Úgyhogy kezdjük is a játékunkat. Draskóczi Zsuzsanna vagyok, tanítónő. Zsuzsanna, nagyon örülünk, hogy játszik velünk. 50 másodperc alatt 5 kérdést fog kapni, minden egyes helyes válasz egy ilyen sorsjegycsomagot ér. Ha nem tudja a választ, passzoljon, ha belefér az időbe, akkor visszatérünk. Jó. Zsuzsi, indíts az órát. Melyik két foci csapat jutott idén a Bajnokok Ligája döntőjébe? Passzolok. Mi volt a múlt héten zárult tehetségmutató verseny neve a Petőfi TV-ben és rádióban? Nagy színpad vagy zenekar születik? Nagy színpad. Egy jó válasz. Hány milliárdot nyert egy szerencsés szombat este az ötös lottón? 5 milliárd. Két jó válasz. Ki az a műsorvezető, aki a Szerencse Szombat mellett a Dal házigazdája is volt? Gaskó Balázs vagy Harsányi Levente? Harsányi Levente. Három jó válasz. Soroljon föl legalább hármat a TNT-s lágerei közül. Örök érvényű dalok. Pedig tegnap láttam. Nem, milyen fa alatt állunk, de nem, oh. Nem az a termés. Bejárt az időnk. Hát a kicsi gesztenyelet volna ez eddig. Ó, azt nem tudtam, erre sajnos. Pedig általánosban a... Igen. Volt barátnőmmel 10 évvel ezelőtt. Nem jön állam a szememre, te vagy a hangszerem. Három jó válaszért szeretettel nyújtom. Jó, hogy nagyon szépen köszönöm. Juventus, FC Barcelona döntőre szombaton. Hajrá, Zsuzsa. Sok szeretet. Köszönöm szépen. Minden idők második legnagyobb ötös lottó nyereménye talált gazdára. Nézzük az elmúlt hét nap nyereményeit. Az ötös lottón az egy darab teli találatos tulajdonosának megváltozik az élete. 5 milliárd 49 millió forintot nyert. A hatos lottón a 90 darab ötös 200 ezer forintot fizet. A skandináv lottón a 90 darab hatos 222 ezer forintot ér. A Jokeren is volt teli találat, közel 14 millió forintot kapnak a szerencsések. A Luxorban az egy darab teli találatos tulajdonosa több mint 9 millió forintot vihet haza. A Totón 61-en találták el 12 mérkőzés végeredményét, nyereményük 24 ezer forint. Az Eurojackpoton a két darab 5 plusz 1-es bruttó 585 ezer eurót fizet. Hónapokig lottólázban égett az ország. Szombaton közel 47 halmozódás után valaki 5 milliárd 49 millió forintot nyert, kimondani is hihetetlen. Bizony, ahhoz, hogy a nyertes átvegye a pénzt, neki is tennie kell. A nagy nyertes vonalon a húzástól számítva 90 napig jelentkezhet az egyik kollégánknál, aki csak az ő hívására vár, és elindíthatják majd a kifizetést. Nézzük, mit üzennek a Szerencse Szombat sztárjai a milliárdos nyertesnek. 5 milliárd forint! El kell! 5 milliárd 49 millió 125 ezer 895 forint!
Józanságot, sok józanságot kívánok, tehát ez nagyon fontos lesz ekkora összegnél, illetve mondanám akkor a telefonszámot, mindenképpen hívjon föl mindenképpen. Én azt kívánom neki, hogy élje túl az elkövetkezendő napokat, és jól tudjon dönteni, hogy mit tesz ezzel a kis pénzikével. Egy régi magyar szokást szeretnék megemlíteni, amit mindig elmondok ilyenkor, ha bármi történik. A zenekarnak ugye a 10% az jár, amikor egy nyereményről van szó, úgyhogy én ezt a Vas Gyuszi dobos barátommal megfelezném 5-5%-ban. Gyere Gyuszikám, mutatkozz el, mondjad, Vas Gyula vagyok, dobolok. Vas Gyula vagyok, dobolok. A nyertesnek diktálnám akkor a számlaszámomat. Nem. Hát azt üzenem, hogy tudjon ésszel optimálisan dönteni, mert biztos, hogy nekem teljesen elborulna az agyam, és nem biztos, hogy megfelelően tudnék cselekedni. Tehát szerintem aludjon rá jó párat, és aztán utána döntsön, hogy hova megy, mit csinál ezzel a pénzzel, és mindenképpen szerintem kérje ki pénzügyi szakember segítségét. Az 5 milliárdot érő számok sorsorásában egy békéscsabai közgazdász működött közre, közel 60 éve adózik. Ezzel a mozdulattal hozzásegítettem őt, vagy őket, ebbe a történelmi pillanatban mondhatom, ehhez a nagy nyereményhez, és örülök az én 1 millió forintomnak. Én azt üzenem az ötös lottó nyertesének, hogy onnan ismertszik meg az igaz barát, hogy sárga inget visel. Mi is tegyünk valakit nyertessé, folytassuk a játékot. Szabó Gyöngyi vagyok. Gyöngyi készen áll a játékra? Igen. Akkor Zsuzsi intézi az órát. Melyik foci csapat játékosa a többszörös aranylabdás Lionel Messi? Barcelona. Egy jó válasz. Melyik magyar szerencsejátéka lehetett rekord közeli összeget nyerni most szombaton? Ötös lottó. Két jó válasz. Ki a Széltől is Óvsz című dal előadója? Olá Ivoja vagy Pál Dénes? Pál Dénes. Három jó válasz. 98 éve a mai napon adták át először a Pulitzer díjat. Mely szakma kiválósága kaphatja meg ezt az elismerést? Újságíróknak. Ez már a negyedik jó válasz. Ha egy teljes 6 mezős 5-ös lottó szelvényt töltök ki, összesen hány darab X-et kell húznom? 6 mezős 5-ös 30-at. Hát ez hihetetlen. Egy 5-ből 5-ös, 4-szeri 5-ös. Időben is bőven benne vagyunk. Köszönöm szépen. Az 5 helyes válaszért szeretettel nyújtom át. Köszönöm szépen, és további szép napot kívánok. Sok szerencsét. Köszönöm szépen. Jól indul június. Szombaton rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét. Előtte Pál Dénes, a Szerencse Szombat énekes sztár vendégeként debütál. Most Dénessel, Harsányi Levivel és Nagy Bacival tartunk egy kis próbajátékot a magyar fejlesztésű úgynevezett tagball asztal körül. Levente és Laci mióta az eszüket tudják Barcelona szurkolók, így ők képviselték a katalán sztárcsapatot. Mi az olasz Juventus nevében küzdöttünk. Mivel Levi már gyakorlott tagball játékos, ők nyerték a barátságos meccset az asztali és a lábtenisz között félúton lévő eszközön. Egy fantasztikus játékban voltunk győztesek, de itt igazából nincs győztes meg vesztes, hanem játékos van. Nagyon lefáradtunk, nagyon... Azt gondolom, hogy nívós és rangos ellenfél volt. Egy hajszálon múlt az egész. Jó, hogy egy bálna hajszálon, de azért egy hajszálon múlt, hogy nyertünk. Én másképp fogalmazok nekem. Megalázó vereséget nyertünk az ellenségre, azt gondolom. A Szerencse Szombat két meghatározó szereplője azért Dénest is szóhoz engedte jutni. Kim voltunk a levegőn, tehát vegyük a pozitívumokat, mozogtunk elég-elég sokat. És hát tapasztalatot gyűjtöttük. Tehát, hogy ezek fontos érvek amellett, hogy ebben a játékban szóljon, és hát. Majd ezért még kihívunk ideket. Jól védtél egyébként nagyon. Úgy néz ki tehát, Pál Dénes nem cseréli le a mikrofont. Az e hét szombati sóra már komolyan készül. Egy erőteljes pörgős kezdésre számítok. Remélem, hogy ez egyébként meg is lesz. John Newmannek egy slágerét hozom rá, a Cheatinget. És a második dal pedig egy saját dal lesz, az első önálló dalom, az pedig az A Széltől is Ósz. Egy pillanatra még térjünk vissza a magyar fejlesztésű játékhoz, melyet már 87 országban ismernek. Megalkotásához jó adag szerencsére volt szükség. Szomszédommal, Borsányi Gáborral találtuk fel a tagballt. A pingpong asztalból jött az ötlet, azon próbáltunk focizni, de valljuk be, a síkfelület miatt a labda sose pattant ki a játékosokhoz. Nagyon idegesítő volt, zavaró volt, hogy nem lehet rajta élvezni a varázslatos futballt. Ezért jött az ötlet, hogy gömbölyítsük le egy picit, kipattan az ember lábához, és végre van egy új olimpiai sportág, reméljük egy 30 éven belül. Mindig azt hangoztattuk, hogy a szerencsét tenni kell azért, hogy odajussunk, azért igenis muszáj megtenni a lépéseket, és akkor nem fog elmaradni, a sor segíteni fog. Kedves nézőink, jövő héten a Tanulmány a nőkről című musical sztárjai mesélnek az előadást övező szerencsés pillanatokról. Tartsanak velünk akkor is, a viszontlátásra!